Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök az Árt Kultúra című magazin műsorunkat látják 2017. március 31-én pénteken, a pontos idő 20 óra, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. A Budapest Ragtime Band látogatott el Mezőtúra. Tavaszt köszöntő koncert a zeneiskolában. A Budapest Ragtime Band látogatott el Mezőtúra március 22-én. A csapat Amerikából jöttünk című műsorával varázsolt el a közönséget. Az ifjúsági filharmónia keretében Mezőtúron köszönthetjük a világhírű Budapest Ragtime Bandet. 1980-ban alakult a csapat, a zenekar. Több átalakuláson mentek keresztül. Ez az első célt miben befolyásolta, vagy a felállást miben befolyásolta a sok változás? Én szerintem semmiben, illetve legalábbis próbáltuk mindig azt a stílust, azt a attitűdöt, azt a színpadi viselkedést, azt a feladatot, azt az alázatot a zenéhez betartani, vagy fenntartani, amit az elődök, az alapítók kitaláltak. Persze, természetesen, hogyha egy zenész helyett egy másik zenész jön, tehát két egyforma ember nincsen, az egy picit változtat a dolgon, de az alapjáiba véve szerintem a zenekar ugyanaz. Olvashattuk azt is, hogy egyik cél az volt, hogy a Ragtime hagyományait tovább vinni. Milyen hagyománya van a Ragtime stílusnak? Hát ugye a 1880-as évek végén alakult, és a jazznak az egyik alapja volt, vagyis gyökere volt. Ilyen, ebből a szempontból mai napig él, ugye a jazz az egy világ népzene lett, rengeteg helyen játszák, szinte mindenhol a világon. De a Ragtime, mint önálló műfaj is tovább élt, és rengetegféle fajta zenekarok, klasszikus zenekarok, kis partik, kis vonós négyesek, még énekelve is előadják, és ugye direkt erre a műfajra alakult Ragtime zenekarok is játszák a mai napig, tehát életben tartják a dolgot.
És ugye a színpadi jelenlétnek egyik eleme a zenei humor, illetve a show. Ezt hogyan lehet elképzelni? Milyen humort lehet a zenébe belevinni? Hát ez belőlünk fakad, és azokból a dolgokból, amit esetleg összeszedtünk a évek folyamán, volt egy amerikai zenekar, egy Spike Jonze nevezető amerikai zenekar, akik feldolgozták ezeket a klasszikus zenei darabokat. Végül is onnan vettük a mintát, de hát egy kicsit szolidabban, és nálunk elsősorban a zene, és ami belőlünk fakad, és semmi ripacskodás, semmi túlzó, olyan, hogy mondjam, színpadi attitűd, ami a zene rovására megy, azt mi nem csináljuk, nem szeretjük, hanem elsősorban a zene, ami mi fő területünk. És ugye a 37 éves fennállásból 20 éve járnak ifjúsági koncertekkel iskolákba, általános, illetve középiskolákba. Ezt a zenei humort mondjuk mennyire értékeli az ifjú nemzedék? Hát szerintem sokkal könnyebben befogadják azokat a dolgokat, amit kapnak a zenében. Tehát ugye a zene, a fiatalok azért nem annyira koncertlátogatók, vagy nem tudok ítélkezni felettük, de gondolom nem szoktak hozzá az, hogy 2-3 órás koncerteket végigüljenek, de a humor az segít közelebb hozni hozzájuk ezeket a zenei stílusokat, a ragtime-ot, a Dixielandet és a jazzt, és hát ez nekünk nagy öröm, ez különös öröm ez az ifjúságnak játszani, mert nagyon hálásak, és hát azért neveljük az ízlésüket, és formáljuk a zenei ízlésüket. Azt hiszem, hogy Mezőtúdon először vagyunk. Thank you.
take you by the hand. Who's the man? Who's the man? Who's the leader of the band? If you want to hear the Swanee River play in ragtime, come on here, come on here. Alexander's ragtime band. Mennyiben más egyébként az ifjúsági koncertjük, vagy mennyiben tér el egy másik fellépéstől? Hát van benne oktató jelleg, tehát több a szöveg, elmondjuk, hogy mi a ragtime, hogy alakult ki, stb. És van benne egy kvíz, amit az egy ilyen játékos kvíz, amiben bemutatjuk a hangszereket, és egy-egy ismert klasszikus zenei darab kapcsán csinálunk egy kis feladatot, egy pici kis ajándékét, de hát játékosság, ugye hát homoludens, az játékos ember, az nagyon fontos. A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tavaszt köszöntő hangversenyt rendezett március 22-én, amelyre televíziónk is ellátogatott. Thank you.
Tavasz köszöntő hangversenyt rendeznek március 22-én a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában. Mivel várják a mai napon az érdeklődőket? Ezen a szép tavaszi napon biztos vagyok benne, hogy nagyon kellemes, szép kis hangzású darabok fognak felcsendülni, egészen a legkisebbektől a legnagyobb növendékeinkig felsorakoztak erre a hangversenyre, többféle hangszert hallhatunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó szórakozást fog nyújtani a mai kis hangversenyünk. Ezen a hangversenyen is lesz egy meglepetés, erről mit tudhatunk? Annyit kell tudni a meglepetés vendégről, hogy Karapancsev Kristóf Konstantinnak hívják, és most felvételt nyert Stuttgartba az ottani zeneművészeti egyetemre, és kereszt fél éves képzéssel ott fogja megkezdeni a tanulmányait. Éppen a hét végén fogjuk költöztetni őt a szállás helyére, és akkor indul a kinti tanulás, és az ő barátnője, ő pedig csellista, és ők együtt fognak egy ilyen kis, egy közös számot, illetve két szóló darabot is eljátszani.
áprilisban hagyományosan is megrendezik majd a balettversenyt. Ennek a részleteiről mit tudhatunk? Valóban, már sokadik éve szervezzük a növendék koreográfusi versenyt, illetve ehhez csatlakozott egy évvel később a Mező Túr Országos Balett és Modern Tánc Fesztivál. Idén is szép számmal, ha jól tudom, 200 fölött érkezett nevezés, és biztos vagyok benne, hogy a kolléganőm Gyenes Ferencné, Szarvas Katalin és Gulyás Gerda remek kezekkel fogják ezt megszervezni. Úgy tudom, tegnap éppen ezzel kapcsolatban tartottak szülői értekezletet, és a szülők segítségére számítva idén is, április végén kerül megrendezésre ez a rendezvény az Oktatási Központban, Mezőtúron. Önök az Árt Kultúra című műsorunkat látták. Kulturális magazin műsorral legközelebb április 7-én várjuk Önöket. Viszontlátásra!